kapd és tíz minden darab, lehet kérem, kapd és tíz minden darab. Szerzárt, ha lehet válogatni. 24 jó a bögnyéket, minden darabban 24-et. 24 jó a bögnyéket, 24 jó a poholokat. Hol van már, kis van már, Sanyriák? Szabadítsd, kettik, lámpjál, járva! 16, jó, 16. Ki volt Árpádházi Szent Erzsébet és fűzé valami a rózsák teréhez? Árpádházi Szent Erzsébet II. András királynak és Meráni Gertrud királynőnek a leánya volt, akit már kiskorában eljegyeztek a türingiai fejedelem fiával, és hozzá is adtak feleségül, ami azt jelenti, hogy már fiatal korában, tehát gyerekkorában kiküldték Németországba, Türingiába pontosabban, és ott nevelték az ottani udvarnál, az ottani szokásoknak megfelelően. A hagyományból úgy tudjuk, hogy az ottani szokásokat nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem sajátította el, tehát nem volt hajlandó megtanulni tipekbe járni, viszont annál szívesebben lovagolt. Meglehetősen szilai és fékezhetetlen természet volt, aki viszont a Krisztus iránti szeretetet ugyanilyen szilajon és féktelenül élte át, mint minden mást. Ebből következett az, hogy számos ponton összeütközésbe került az udvari etikettel, tekintettel arra, hogy a szegényeknek az istápolásában túlment azon a határon, ami bevett volt és megengedett. Példának okáért volt olyan, hogy beteget a férje ágyába fektetett, aki amikor hazajött, egy idegen beteget talált az ágyában. A legismertebb történet róla az, hogy amikor férje meghalt, és ilyen módon a sógora vezette tovább a kastélyt és az ügyeket, akkor alajmizsnát vitt a szegényeknek szokásához híven, amit rossz szemmel néztek az udvarnál, és amikor kérdezte a sógora látván azt, hogy megint egy telkosáról igyekszik ki fel a kastélyból, hogy mi van benne, megmutatta, és állítólag a benne levő kenyerek helyett és élelem helyett csupa, friss és illatos rózsa volt a kosárban. Föltehetőleg ez volt az oka annak, hogy a rózsák terén tartották a megemlékezést, tehát a búcsút a tiszteletére, már csak azért is, mert nem Budapest területén született, következésképp Budapesthez őt semmi sem köti. Viszont azt is tudjuk, hogy ő maga is végül is szegényen halt meg, és azok a szegények, akikért annyi jót tett, azok a szegények tulajdonképpen neki nem segítettek, nem hálálták meg a jó téteményeit.